Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A videóversenyek mindenkori történetébe is sikerült nevüket bevésniük következő vendégeimnek. Ők Bojtor Balázs, Szenes Máté és Sebestyén Gergely, azaz a BMG. Ha még nem hallottak volna róluk, hát íme ők azok. Sziasztok! Szia! Szia. Nos, hát említettem itt sok mindent, ugye, hogy videóverseny, és hogy három srác, akik amúgy a nyíregyházi Széchenyi középiskola diákjai, és énekeltek. Számomra ez annyira meglepő, hogy nem művészetés, vagy nem feltétlen ének tagozatos diákokról van szó, és ez a három fiatalember egyszer csak találkozott a Széchenyi, nem tudom, aulájában, vagy hogy működött ez az egész, mesélj a kezdetekről. A kezdet először is még az általános iskolára vezethető vissza, mert a Kodályba jártunk mind a hárman. Aha. És ott már ismertük egymást, csak így köszönő viszonyban voltunk. Geri elkerült a Széchenyibe, ugye még mi végigjártuk azt a maradék két évet, majd mi is Balázzsal a Széchenyibe kerültünk, informatika szakon, ahova Geri is jár. És ott Várszigené Balogh Gabriella, az ének tanárunk, megkért minket, hogy egy iskolai rendezvényen, talán a karácsonyi műsoron fel kéne lépni, mert hogy mint három kodályos így fel kéne lépni, és elvállaltuk, és jó volt, élveztük ezt a dolgot, és egyszer megbeszéltük a fiúkkal, hogy mi lenne, hogyha nem csak az iskolában csinálnánk ezt, hanem... Meg nem csak a Jingle Bells-el. Igen, hanem esetleg otthon is így egymás között. Kipróbáltuk, jó volt, élveztük a dolgot, és februárban így úgymond megalakultunk. És tehát akkor kiteljesedett a BMG, csinálni. Ami ugye nagyon meglepő, a keresztnevetek kezdő betűiből tevődik össze. Legalább ti nem kapjátok meg azt a bugyuta kérdést, hogy honnan jött a formáció neve, mert szinte egyértelmű. Na de februárban akkor hivatalosan is megalakult a formáció, és akkor elindultatok, de vajon merre? És egyáltalán mi ez a videóverseny? Akkor februárban egy videót feltöltöttünk a YouTube-ra, elég kezdetleges, de nagymamáméknál vettük fel, Balázson sapka van, telefonról néz a szöget, szóval elég amatőr videó, de ugye hát valahol el kell kezdeni, és utána így a hónapok során megkerestek minket ismerősök által, és voltak kisebb-nagyobb fellépések, és aztán így nyáron, igen, nyáron láttam a Kimitjú felhívását, hogy van egy ilyen lehetőség, és megbeszéltük, összeültünk, és neveztünk a versenyre. És elég szép eredményeket értetek el. Milyen visszajelzéseket kaptatok az első köröknél, az első fordulóknál? Hogyan emlékeztek azokra vissza? Jó, nem volt az olyan régen. A versenyen eléggé vegyesen kaptuk a dolgokat, tehát híreget meleget, főleg a kommentelőktől. Főleg ugye az ilyen angol kiejtés, kinézet, főleg ezekbe kötöttek bele, de próbáltunk ott javítani a dolgokon, ahol lehetett. És hát a középdöntőig ezekből a kommentekből csinálgattuk a dolgokat. Aztán kaptunk egy kritikát Fish Krisztiántól, ugye, hogy mit is gondol rólunk. Na de mit mondott Krisztián, vagy mit írt? Csak finoman. Hú, próbálok visszaemlékezni. Vagy nagyon rosszakat, így lealázott titeket, vagy mi volt a probléma? Tehát inkább negatívumokat sorolt, inkább a kinézetünkre mondta a dolgokat, és nem a zenei részre, nem a szakmabéli részre. És akkor az úgy egy kicsit sok volt. Na de hát eljutottatok Krisztián kommentjének ellenére is, ugye a döntőig, és múlt héten vasárnap zárult is ez a verseny. Az utolsó napok azok milyenek voltak? Hát az utolsó napokon eléggé lefárasztott minket ez az egész, pont ezért is irattak, vagy szedtek ki minket a suliból. Így egy-két napra, hogy ezt meg tudjuk csinálni, mert körülbelül egész nap ugye, magántanárnál voltunk, hogy tudjon nekünk ugye, segíteni kicsit így a zenei részén a dolgoknak. Aztán ugye a videófelvétel, emellett még ilyen verkfilmet is kellett csinálni, hogy hogyan készült ez az egész produkció, amit mi a döntőre csináltunk. Kérdezfelelek, tehát
Tehát nagyon sűrű volt tényleg az utolsó pár nap. Amúgy bejutottatok abszolút a döntőbe, és hát most már büszkén mondhatjátok magatokról, hogy egészen a dobogó harmadik fokáig sikerült feltornázni ezt a produkciót, ezt a kis formációt. Milyen visszajelzéseket kaptatok már ténylegesen a verseny után, akár mondjuk osztálytársaktól, fiatal lányoktól? Összességében pozitívak a visszajelzések, de nyilván vannak rosszak is, de az kevésbé, meg tehát azok ilyen, az építő kritikákat, azokat megfogadjuk, de amikkel nem tudunk mit kezdeni, azokkal nem foglalkozunk. A suliban gratulálnak nekünk, odajönnek, megdicsérnek minket, mondják, hogy ügyesek vagyunk, a tanárok is. Dedikáld a kezem és különböző testrészeimet, még nem indult el? Még nem indult el, de többen ismernek. Uh-huh. Ezáltal. És mi lesz ezután? Vannak-e konkrét terveitek, Gergő? Mert eléggé azt látom, hogy az elmúlt hónapokban sok minden történt veletek, most így nagyon furcsa gondolom visszaállni a hétköznapokba. Elindult valami, ami gondolom úgy kecsegtető és színes. Igen. Mit terveztek? Most jelen pillanatban azt beszéltük meg, hogy a YouTube csatornánkat próbáljuk majd egy kicsit így felvirágoztatni, mindenféleképpen új videók, stb. És most KimiTube hatására egyre többen kerestek meg minket, hál' Istennek, és most ott tartunk, hogy 5 fellépésünk lesz így ebbe az évbe eddig még. Úgyhogy örülünk neki, és próbálunk építkezni, és minél magasabb szintre vinni ezt az egész dolgot. A stílus az marad, vagy szeretnétek majd nyitni másfelé? Nem kizárt, hogy esetleg hangszereket is bevonunk. Uh-huh. Hát a Facebook oldalunkon van is pár ilyen hangszeres produkció, igen, de mindenféleképpen szeretnénk megmaradni az a kapellában, mert ezt csináljuk évek óta, és ezt szeretjük a legjobban. Hát volt Kodályosok, jelenlegi Széchenyesek, akkor hajrá nektek. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, most pedig akkor kíváncsian várjuk a nézőkkel együtt, hogy hogyan énekeltek. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, de sajnos szemembe sütött a nap. Az öreg rasta tanítja, everything's alright. Az öreg rasta tanítja, everything's alright. Az öreg rasta tanítja, everything's alright. Csak dúdolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem. Azt mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezeg bennem már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezeg bennem már semmi sem. Lekisem a gépemet, nem megyek én már haza. Lekisem a gépemet, nem megyek, csak dúdolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem, jó nekem, jó nekem. Tokaj a világörökség része, ahol jókat kirándulhatunk, és mindig kóstolhatunk valami finomat. Jövő hétvégén pedig nem mindennapi fesztivállal készül a város. Erről beszélgetek vendégemmel, Erdős Józseffel, Tokaj sajtóreferensével. Szia Józsi! Jó estét, szia! Mondhatni akasztják a hóhért, hiszen a megyebeliek, főleg nyíregyháziak azért ismerik az arcodat, hangodat.
régi kollégánkról van szó. Nos, hát kicsit másabb a felállás, rendezvényről kell mesélned nékünk, és invitálni a nézőket. Nehéz feladat, hiszen egy többnapos rendezvényről van szó, és azért megfogni egy-egy érdeklődőt, egy-egy tévénézőt nem mindig egyszerű. Ti hogyan csináljátok idén? Hát az az igazság, hogy talán könnyű dolgunk van, mert Nyíregyházáról egyébként is sokan járnak Tokajba. Uh-huh. A születi napoknak az 1930-as évekre nyúlik vissza a hagyománya. Nyilván ilyen idős vendég azért ritka, aki már az első ott lett volna, viszont tényleg évről évre rengeteg vendéget köszönhetünk Nyíregyházáról, és azért is jó, mert ugye a Tokaj és Nyíregyháza, ez a 30 pár kilométer, ez nem távolság, nagyon sokan vonatra ülnek, és akkor itt tudnak borozni is. És hát, hogy hogyan, ugye három napról beszélünk egy hétvégi rendezvényről, talán a fő napja ez a szombati nap, akkor szoktak a legtöbben lenni, ez egyébként több mint 10 000 embert jelent általában, kézműves vásárral, felvonulással, koncertekkel, és hát természetesen borkóstolókkal is, hiszen 15 pincészet kínálja majd a borát a Sétáló utcán, illetve a Kossuth téren. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a jól megszokott, bevált helyeken találhatjuk majd a standokat? Igen, és azt vesszük észre, hogy az évek folyamán már kialakult, hogy kinek melyik pincészet a kedvence, és ott is keresi őket, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a partnerek is már évről évre ugyanazok. Mindemellett nem csak a főtéren, hanem a városban is van számos pincészet, illetve hogy ha valaki vonattal érkezik, akkor a szerelmi pincesoron is talál nem egy, nem két pincészetet. Van, akik egyébként úgy is érkeznek a rendezvényre, hogy hazafelé menet, bevásárolnak, és akkor úgy mennek haza. Azt érzem amúgy a születi napokkal kapcsolatosan, hogy ismét arra törekedett a szervezőbrigád, hogy mindenféle érdeklődésű és életkorú vendéget megszólítsanak, és ez szerintem sikerült is, hiszen már a péntek szombat olyan húzó programokkal fog debütálni, hogy csak na. Nem azt mondom, hogy pontról pontra nézzük át, hogy mi mikor lesz, de azért egy kis érdeklődés gyanánt nézzük már át, hogy péntek szombaton mik azok, amikkel már beindul ez a fesztivál. Azt tudni kell egyébként, hogy a Tokaj születi nap a város legnagyobb rendezvénye, és ugye a Tokaj hegyaljának, mint a névadó településnek is, amiatt is fontos ez a rendezvény, hiszen a születi napokon gyűlnek össze a többi településről is, nem csak a borászok, hanem a fellépő csoportok, vagy a szombati majd a névfelvonulásban részvevők. A péntek az általában egy ilyen fesztivál indító bulisabb nap, most a Kassa Tibi lép fel, de nem egy playback, illetve nem egy személyes fellépés, hanem egy zenekarral érkezik. Ugyanakkor lesz még este mögött egy utcabálunk, azt egy helyi DJ csinálja, lesz egy másik zenekar, és amit a programban még nem láthatsz, ez egy kétszínpados rendezvény, tehát van egy kisebb színpad, ahol pedig általában inkább a rocké a főszerep, amatőr zenekarok, vagy feltörekő zenekarok lépnek fel. Ez már tavaly előtt is így volt talán, ugye? És végülis a közönség egyik színpadtól a másikig át tud sétálni, a programok pedig úgy vannak összerakva, hogy valamelyik színpadon mindig van program. Viszont a péntek az tényleg olyan, hogy barabontó koncert, DJ Graffi, ez lesz az a bulisabb rész. Igen, igen, tehát ez a hajnalig tartó. És hogyha valaki majd szombat délelőtt felkel, akkor már 11 órától elindulhat, ott kifejezetten ilyen gyerkőcösebb, lazább, családiasabban indul tovább a születi napok? Igen, tehát a szombat délelőtt az általában gyerekes programban indul, ez most sem lesz másként, gyerekeknek fognak énekelni a fellépők, és őket is bevonják. Ugyanakkor, aki a művészet iránt fogékony, annak is lehet érdekesség, hiszen szintén 11 órától a térségi weboldalnak a fotópályázatának a kiállítását szintén a Kossuth téren az egyik helyi borklubban nyitják meg. Aztán pedig lesz a felvonulás, ami viszont a leglátványosabb eleme ennek a rendezvénynek. Ez azt jelenti, hogy mind a 27 Tokaj hegyaljai település képviselteti magát, és végigvonul a városon. Felvonulások... Hogyan? Csak azért, hogyha valaki mondjuk még nem volt egy ilyen születi napokon, akkor ezt hogy kell elképzelni? Úgy, mint régen volt Nyíregyházen a gyümölcskarnevál, Debrecenben a virágkarnevál, hogy felvonulunk, nem tudom, szekérrel, autóval, díszítve. Hogy néz ki ez a felvonulás? Kicsit másabb, tehát autóforgalom, és emiatt nem is
szeretik ilyenkor Tokajt az átutazók, mert le van zárva és esélytelen átjutni. Szekerekkel általában díszvendégeket hintókon viszik, és a Tokaj hegyaljai hagyományőrző csoportokat is láthatják, ezek jelenthetik akár a néptáncosokat, vagy akár az olyan szürethez köthető dolgokat, mint a borkóstolás, a muskóstolás, a szőlőosztogatás, hiszen a szüreti napok az végül is mindig a Tokaji szüretnek a kezdetét jelentette. És hát szombat este egy sokak kedvence is színpadra lép a Kelemen kabátban, vasárnap meg folytatódik a rendezvény. Amúgy aki Józseffel vagy velünk szeretne találkozni, mindenképpen legyünk ott, mert ugye a Kölcsei TV is ott lesz és forgat. Vasárnap meg magna cum laude koncert. Tehát tényleg azt látom, hogy a zenei palettáról is eléggé széles látókörben választottak a szervezők. Mik lesznek még, ami úgy nagyon vonza az embereket, vagy akár a tokaiak ott a környékbeliek mondják, hogy na, ezt nagyon várjuk. Ugye Tokajnak volt egy vára, és ezt több mint 300 évvel ezelőtt lerombolták. Az érdekesség az, hogy ezt egy pár évvel ezelőtt elkezdték feltárni. Egy Tokajban élő régész múzeumigazgató vette ezt a szárnyai alá, és szintén egy pár éve már a születinapok vasárnapján ezt a munkát, amit ő ott elvégzett, látogathatják az emberek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Bodrog túlpartján van egy sziget, oda csónakkal vagy komppal lehet átjutni, és egész nap bemutatókat tartanak, és amellett, hogy a történelmet magyarázzák, amellett fogyasztható formában mutatjuk be mindezt, mert lesznek lovagok, lesznek íjászok, a gyerekek kardozhatnak, a felnőttek zsíros kenyér, forró, tehát természetesen forrad bort kóstolhatnak, és egy ilyen családi nappá alakult mindez, de úgy, hogy közben azért próbálunk is adni valamit. Tokaji szüreti napok október 2-ától egészen 3 napon keresztül egy hosszú hétvége keretében. Én kívánom nektek, szervezőknek, hogy legyen jó idő, és rengetegen legyenek Tokaj utcáin. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Népi vigasságot tartanak szombaton a nyíregyházi főiskolán, ez lesz a Nyíri Folk Maraton. A rendezvény egyik szervezőjével, kigondolójával beszélgetek, Ács Ildikóval, aki a nyíregyházi főiskola zenei intézetének vezetője. Szerbusz, Ildikó, szép estét! Szerbusz. Nos, ez egy teljesen új rendezvény. Nem igazán hallottam róla, vagy lehet, hogy már régét, csak nekem új? Nem. Ez lesz az első nyíri folkmaraton, de reményeink szerint nem az utolsó. Az ötlet onnan származott, hogy amikor az 1991 óta tartó 20 éves népzenetanár képzésünk utolsó évfolyamát 2010-ben búcsúztattuk, akkor tettem egy olyan kijelentést, ha még egyszer lesz a Nyíregyházi Főiskolán népzenetanár képzés, akkor ezt megünnepeljük valami hangzatos eseménnyel. Hát ez a hangzatos esemény lesz most, a Nyíri Folk Maraton. Ugyanis most 2015. szeptemberétől beindult újra a népzene és népi kultúra tanári képzés a Nyíregyházi Főiskolán. Igen, emlékszem, mikor hónapokkal ezelőtt még beszélgettünk itt, akkor ez még csak ilyen majdnem álomszerű dolog volt, és akkor lám itt van, és itt van a Nyíri Folk Maraton is, hiszen a dolog, amit megígértünk, azt mindenképpen be kell tartani. Nagyon nagy rendezvénynek tűnik, így elsőre is. Milyen jellegű lesz ez az egész holnapi rendezvény egyáltalán? Kik milyen jelleggel tudnak majd bemutatkozni? Ingyenes a rendezvény. Uh-huh. Az egész hátterében a Nyíregyházi Főiskola áll, tehát az intézmény rendezi. A résztvevők önként jelentkeztek, és ami nagyszerű, az első hívásunkra szinte azonnal csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz. Táncegyütteseket várunk, Debrecenből, Máté Szalkáról, innen Nyíregyházáról az Igrice érkezik hozzánk, zenekarok fognak fellépni, és ami még nekünk nagyon fontos, a tanítványaink. Hozzák el a tanítványaikat. Itt is csak néhány város, hogy ne a neveket mondjam, Szegedről, Balmazújvárosból, Nagykanizsáról, Püspökladányból, Mezőtúrról érkeznek hozzánk fiatalok, gyerekek. Akkor ezek szerint 3 néptánc együttes, igen, és ha jól emlékszem a plakát alapján, akkor több mint 20 vagy közel 20 együttes, lesz, együttes zenekar fogja majd húzni a nótát.
Milyen jellegű ruházatba kell érkezni? Civilben mehetünk, vagy kötelező teljesen a kalap és a szoknya? Nem, teljesen kényelmes viselőben. A cipő ajánlatos, hogy táncra alkalmas legyen, ugyanis bárki bármikor beállhat táncolni. Amikor Márton Attila bálgazda úgy fogja érzékelni, hogy gyermekek létszáma is esetleg megnövekedett, akkor átváltunk az aprók táncára, játék lesz számukra kicsi nyereményekkel, tehát megpróbálunk teljesen spontán alkalmazkodni a közönséghez. 14 óra és 24 óra között azért nem lehet tudni, hogy mikor kiérkezik, de megpróbálunk ennek megfelelni, és az intézetünk honlapján megfelelő programot azért betartva, de megfelelően kellő mulatságot biztosítani a részvevőknek. Az az érzésem a Folk Maratonnal kapcsolatosan, hogy egy ilyen hatalmas táncház lesz ott a nyíregyházi főiskolában, de pontosan hol, melyik épületben? A B épületbe jöjjenek a vendégek, a Kodály Zoltán Kulturális Centrum, tehát a földszintnek a nagy előadó terme már be van rendezve, az asztalok állnak. Igen, mert a minap jártam arra, és azt néztem, hogy nagyon rendezgetnek ott igen. A nyíregyházi főiskola a munkatársa, és akkor elkezdtem gondolkodni, ja, hát mondom, szombaton a nyíri folkmaraton, és amúgy olvastam, hogy nem feltétlen csak a zené és a tánci a főszerep, hanem egy kiállítás is várja majd az érdeklődőket. Ez is a témába vágóan lesz, vagy azért ez kicsit elkülönül a folkmaratontól? Nem. Népviseletes baba kiállítást fogunk fogadni. Ez megint a gyermekeknek lesz talán érdekes program. A résztvevőknek még természetesen büfét kínálunk a specialitáshoz megfelelően folk kocsma kínálattal. Itt a zsíros kenyér és szendvics kínálatra tessenek gondolni megfelelő áron, az asztalokon pedig tánc után, előtt el lehet fogyasztani. Mikor kezdődik a rendezvény, és meddig tart azért, hogyha valaki mondjuk a rendezvény elejére nem tud esetleg még megérkezni, akkor meddig lehet egyáltalán ott mulatozni? Bármikor lehet csatlakozni, mi 14 órakor kezdünk egy hivatalos megnyitó ünnepséggel, és 14 óra 30-tól egészen 24 óráig folyamatos programmal várjuk a vendégeket. Egy szünet leállás lesz, amit a Parnograszt elé tervezünk, ott a nagyobb létszám miatt a mikrofonokat egy picikét át kell alakítani, illetve a be kell állni a hangosításnak, ott lesz egy pici szünet, egyébként folyamatos lesz a program. Na, egy abszolút húzó nevet már említettél, Parnograszt, itt a megyében azért jócskán megmozdulnak erre a névre az emberek, lesznek-e még esetleg ilyen, nem kell azért kipécizni egy-két embert, vagy zenekart, együttes, de húzó nevek, hogyha lehet így titulálni, amire tényleg azt mondja az ember, hogy tuti, hogy ott leszek. Hát aki a táncházakban járatos, a Szikes zenekar húzza szinte végig a néptánc együttesek alatt is, és a táncházak zömében is a talp alá valót, de a Szeredásra gondolok, illetve hát azok a régi tanítványok, illetve jelenlegi kollégák fognak még föllépni, akik vállalták, hogy velünk töltik ezt a délutánt és estét. Én köszönöm szépen, Ildikó, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és önök, nézők, ne feledjék, hogy holnap ez a bizonyos nyíri folkmaraton délután 2-kor nyitja meg kapuit, ingyenes rendezvényről van szó, de hogy még ma estére ajánljak önöknek egy érdekes koncertet, Nyíregyháza egyik romkocsmájában ad hangulatos órákat az Ózon Mama Rock and Roll zenekar, és hogyha jól tudom, akkor már pedig nem jól tudom, szombaton lesz a Mustárházban a Művészek alkotnak a változásért címmel egy nagyon érdekes rendezvény, hogyha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el. Egy picit variálhatnak is, mert ez a Mustárházas rendezvény is 2 órakor kezdődik, ahogy a Nyíri Folkmaraton, de egyikről át lehet súrani a másikra. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében, és egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.